Szeptember 29. a kávé világnapja. Ehhez kapcsolódóan vehettek részt az érdeklődők a 26. őszi kulturális fesztivál keretén belül első alkalommal megrendezésre került eseményen, amelyet a Szegedi Tudományegyetem rektori épületében tartottak. Az egyetem kávés fiesztáján többek között Kovács Jernei Ádám, az STE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóságának munkatársa avatta be a résztvevőket a kávékészítés folyamataiba. Magának a programnak a célja egy kis szemléletváltás lenne, hogy a kávé nem csak keserű és fekete folyadék, hanem a kávé egy gyümölcs, és egy gyümölcsnek a magjából készült italt fogyasztunk, ezért ez egy gyümölcsös, finom, édes ital, ezt szeretnénk megmutatni, hogy egy kicsit átgondoljuk. Ami a kávé világnapjának fontos üzenete, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a kávéfarmon élő embereknek a sorsa mennyire fontos, és ezt úgy tudjuk a leginkább megmutatni, hogyha egy kicsit közelebb hozzuk az embert és a kávét. Az eseményen dr. Patyi Zsófia, az STE Oktatási Igazgatóságának oktatási főelőadója, az Állam és Jogtudományi Kar egyetemi tanársegédje is jelen volt, aki szintén a kávéfőzés technikájába avatta be az érdeklődőket. Maga a kávézás élménye volt, ami először megragadott, viszont az évek során eljutottam odáig, hogy már magát a kávét ízlelem, nem pedig a hozzáadott mindenféle értékeket. És igazából ez a program, vagy a program célja az, hogy ezt megmutassuk, hogy magának a kávénak milyen értékei vannak, és próbáljunk azon gondolkozni, hogy a világban is minden másnak milyen beltartalmi értékei lehetnek még. A kávénap célja tehát az volt, hogy támogassa a tisztességes kávékereskedelmet, és tájékoztassa a hallgatókat is a kávétermelők helyzetéről, előidézve egy szemléletváltást. Én úgy érzem, hogy a mai világban a koffein fogyasztás a fő cél, és szerintem fontos azt is tudnunk vagy éreznünk, pláne hallgatóként, hogy nem csak a koffein létezhet, be tudjuk ezt úgy vinni, mint élvezeti cikket, hogy sokkal jobb minőség legyen. Tehát, hogy mondjuk ne az energiaital legyen a fő alap, hanem egy minőségi kávézás. Tehát azért is fontos, hogy nézzünk mögé, hogy mi a motiváció. Tényleg fel akarom pörgetni magam, és mindegy, csak öntsek magamba valamit. Vagy fogyasszak el mondjuk egy olyan italt, ami tudom, hogy honnan ered, ami tudom, hogy milyen értékeket képvisel, ami tudom, hogy hogyan készül egy picit. Hogy is mondjam, nagyon-nagyon jól esik az a szünet, akár mondjuk 2 óra között, amikor az agyat teljesen mással foglalkozik, és szerintem ez egy olyan plusz tudás, vagy egy plusz, nem is tudom, érdekesség, ami nagyon-nagyon jól ki tud kapcsolni 2 óra között, hogy megillatozod, más érzékszerveket használsz, hogy ez most milyen illatú kávé, milyen ízű kávé, és szerintem ez sokkal több mindent mond el, és sokkal jobban, nem tudom, helyre teszi az ember szívét, lelkét, hogyha ilyen kávét fogyaszt 2 óra közben. Az egyetem kávés fiesztáján az érdeklődők megnézhették a kávékészítés folyamatait. A kávészemek őrlését is kipróbálhatták, és természetesen kurzolásra is volt lehetőség. Az ide látogatók felszolgált kávék származási helyéről is kaphattak információt. Egy ilyen kellemes teás jellegű italt kell elképzelni. Egy etióp kávét fogunk bemutatni az érdeklődőknek, Besehát, amit a Coffee Bud, a kávés haverunk pörkölt és mutatott be. Úgyhogy egy nagyon finom kis baracklekváros, kis citrusos, lágyteás, lecsengésű fincsi etiópot fogunk bemutatni.